responsibility of teacher, of God, or miracle worker? Hogy a Isten tanítója vagy egy csodatévő számára az egyetlen dolog is to accept a correction for himself. Az egyetlen felelősségvállalás az, hogy elfogadja önmaga számára a javítás, a kijavítás. If you hear the thoughts I'm responsible for, hogy azt a gondolatot hallod, hogy én vagyok a felelős azért, hogy anything else, és aztán that's the ego speaking. I'm responsible for my family. I'm responsible for paying my bills. I'm responsible for my feelings. I'm responsible for what seems to be happening in my life. You have to remember that I'm only responsible for the correction. Emlékezni kell arra a mondatra, hogy csak azért vagyok felelős, hogy befogadjam a helyreállítást. Now there's a section in the Course in Miracles that says, I get exactly what I asked for. És van egy rész a csodatkönyvtársában, ami úgy hangzik, hogy pontosan azt kapom, amit kértem. I'm responsible for what I see. Felelős vagyok azért, amit látok. But what happens is to the mind that's being trained. De ez úgy történik az elmével. Is it associates it with form. Tehát a korábban már programozott elme számára ezek azt jelentik, hogy ezt a külső, a forma világához csatolja ezeket a gondolatokat. And the whole purpose of A Course in Miracles. És a csodák tanításának az egész célja nem más. Is to free the mind from form. Hogy felszabadítsa az elmét a forma világától. Into right-minded thinking. A tiszta és egyenes gondolkodásra. Which is the correction. És maga ez a kijavítás, a helyreállítás. So, if you're going about your day and you're angry at people for things being done to you. Tehát, hogyha mész át mondjuk, hogy van egy nap, és dühös vagy az emberekre különböző dolgok miatt, amelyek úgy érzed, hogy elkövettek ellene. You know, like I smashed into my car, it's his fault. Tehát, hogy ez az a haki belement az autóba, és ez ő hibája. Then those lines from A Course in Miracles can be helpful. Tehát ezek a gondolatok a csodálkozásából segítségükre lehetnek. Remember, I'm responsible for everything that seems to happen to me. Én vagyok a felelős mindazért, ami történik velem. To bring you back away from victimhood. Ez akkor fontos lesz, hogy ki tudjon szedni téged az áldozati mintából. But then if you believe you personally are now responsible, de hogyha ezek után azt gondolod, hogy igen, és most én vagyok személyesen felelős azért, ami történt, you've missed the lesson. Akkor félreértetted a leckét. You gotta take it one more step and give it back to Jesus or the Holy Spirit. Még egy lépést kell tenned, és ezt az egész érzést át kell adni Jézusnak és Szentléleknek. He actually says that it's helpful to take it out of the world and bring it back. Ő maga is azt mondja, hogy jó a helyes lépés az, hogyha mindazt, amit kivetítettél, ezt visszahívod magadba. But if you take that knife out of your brother, de hogyha ezt a kést kihúzod a másikból, or and stab it in yourself, és aztán magadba tolod bele, how helpful is that? Azt mondja, nem segít egyikünknek sem. He says, give me the knife. Azt mondja, hogy add nekem a kést. Because it's mine, it's mine. Mert ez nincs csak az elme, az elme. Not a person creating things in this world. Nem egy személy, aki létrehozza ezeket a dolgokat a világban. Not a person that has emotions. Nem a személy az, akinek érzései vannak. Not a person that made things happen. Nem a személy az, aki létrehoz dolgokat. But the mind. Hanem az elme. Responsible for what it sees in terms of perception. És azért felelős, hogy mi az, amit lát, mi az, amit érzékel. Not the body's seen, not the body's eyes. Nem az, amit a test meg a szemei látnak. So that's why you're never responsible for things in form. Ezért van, hogy sosem vagy felelős azokért a dolgokért, ami a forma szintjén történt. But just for accepting your guiltlessness. Hanem csak az, hogy tényleg elfogadod a saját ártatlanságodat. And we can go a lot deeper into that in a practical way. That's what our whole day is devoted to, practical. És hogy akkor lesz szintjén majd még sokkal mélyebbre fogunk menni a nap során ebben a témában.
So, if there is one responsibility and it is to accept the atonement or accept the correction, ha egyetlen egy felelősségem van, és az pedig az, hogy elfogadom magad számára a korrekciót, And then it would be done. És aztán kész van. That means the belief in separation is healed, and I am at home in God permanently. Azaz meggyógyult az elkülönülés hiedelme, és otthon vagy Istennel véglegesen. And there's only one responsibility, and there's just one correction. Why is it not seem to be accepted easily, just like that? És ha ez az egyetlen felelősségem, mert egyetlen korrekció van, egyetlen helyreigazítás, akkor miért tűnik ez ilyen nehéznek? It must be that there's a very, very deep fear of accepting the correction. Akkor ez csak is azért lehet, mert van egy nagyon-nagyon erős félelem benned, hogy elfogad ezt a helyreigazítást. So if that's the one responsibility, is accepting the correction. Tehát, hogyha ez az egyetlen felelősséged, then, and what, as a person, you experience in this world is having many, many other responsibilities. És személyként viszont azt tapasztalod ebben a világban, hogy rengeteg felelősséged van, nagyon sokféle. Everyone experiences having responsibility for their family. Mindenki megtapasztalja például, hogy felelősséggel tartozik a családjáért. Whether you are a mother, a father, a son, or a daughter. Apa, anya, fiú, gyermek, lány, gyermek vagy, akár. You have probably experienced guilt and feeling like you should have looked after your family better. Biztos, hogy volt már bűntudatot, tapasztaltál már bűntudatot azért, mert azt gondoltad, hogy sokkal jobban kellett volna gondoskodnod a családodról. That you could have been a better daughter. Lehettél volna jobb sister, lánygyermek, lánytestvér, a better parent, jobb szülő. So this responsibility that the mind has taken in this world, és ez a felelősség, amit az elme magára vállalt ebben a világban, is really a distraction. Valójában egy figyelemelterelés. It is impossible to be the perfect parent. Mert nem lehetséges, hogy te legyél a tökéletes szülő. Or the perfect daughter, vagy tökéletes lánygyermek, the perfect sister, or the perfect brother, tökéletes lánytestvér, tökéletes fiútestvér. It's good to know this, that there is no such thing. Jó tudni, hogy nincs ilyen, nem létezik. Because the ego set up these relationships. Mert ezeket a kapcsolatokat az ego hozta létre. The whole cosmos, the world, it was a projection of the ego. Az egész kozmosz, az egész világ, az ego kivetülése, kivetítése. Jesus describes it as into eternity where all was one. Jézus ezt úgy írja le a kurzusban, hogy az örökké valóságba, melyben minden egy volt. They crept a tiny man idea. Bekúszott egy apró őrült ötlet. And this tiny man idea was, what if I could separate from God. És ez az őrült ötlet az volt, hogy mi lenne, ha képes lennék megkülönülni Istentől. In other parables or other stories, it's called the fall from grace. Más történetekben, példabeszédekben ezt úgy hívják, hogy a kegyelem elvesztése. But there is such that belief that it could be possible, that it could happen, resulted in such a deep guilt and fear. De az a hiedelem, hogy ez lehetséges, olyan mély bűntudatban, félelemben. But out of that fear and guilt, it was just a projection. Tehát ezt a mély bűntudatot, félelmet eredményezte ez a hiedelem. And that projection was everything within the world of form, or perception. És ebből kivetült az egész világ, a formák világa. God did not create the world of form. Isten nem teremtette a formák világát. God did not create relationships that involve guilt.
Isten nem teremtett kapcsolatokat, melyekben bűntudat van. God did not create a world that involved death and suffering. Isten nem teremtett egy olyan világot, melyben szenvedés és halál van. How could the perfect love create anything but perfect love? Hogyan is hozhatna létre a tökéletes szeretet mást, mint tökéletes szeretet? God cannot change. God is eternal, perfect love. Isten nem változik. Isten örökké való tökéletes szeretet. The creation of God, our true identity, is still perfect love. Isten teremtmény, a valódi identitásunk még most is a tökéletes szeretet. So this mind training that we're talking about, including the practice of true empathy, és az elmetlénig, amiről beszélünk, belefoglalva az igazi együttérzést is, is to loosen our mind from the identification of being a separate person within this world. Az az, hogy elménket felazítsuk ebből a hiedelemből, hogy ebben a világban egy különálló személy vagyunk. Where suffering is real. És hogy a szenvedés valóságos. And I, as a person, am responsible for healing it and fixing it. És én, mint személy vagyok felelős azért, hogy rendbe hozzam ezt, és meggyógyítsam. All of us have tried it our whole life. Ezt dolgáltuk egész életünkben. And now, thank God, és most hála Istennek, we are aware that there is another way. Tudatában vagyunk annak, hogy van egy másik út. In Buddhism, it's like emptying the consciousness. A buddhizmusban ezt úgy hívják, hogy az elme kiürítése, a tudat kiürítése. A Course in Miracles is forgiveness. A csodák tanításában ez a megbocsátás. Forgiveness is to see the false as false. A megbocsátás pedig annyit jelent, hogy a hamist hamisnak látni. God does not create something that is false and needs forgiveness. Isten nem teremt olyasmit, ami hamis, és megbocsátásra van szüksége. How could God make a mistake like that? Hogyan is követelne Isten egy ilyen hibát? The ego is this mistaken idea that it's possible to separate from God. Az ego az a hiedelem, hogy lehetséges elkülönülni Istentől. That's what's being forgiven. És ez az, amit megbocsátunk. So the mind that is identified as a separate person, és az az elme, mely egy elkülönülő személlyel azonosul, has just taken on this responsibilities in this world. Magára vállal mindenféle felelősséget ebben a világban. And so now the spiritual journey comes to being, to see this direction for the mind. És a spirituális utazás része, hogy felismerjük az elmének ezt a fajta irányultságát. And to start giving these responsibilities back over to the Spirit. És ezeket a felelősségeket átadjuk a Szent Léleknek. The whole direction is being you in charge. Az egésznek az irányultsága az, hogy legyél te a fölül. For I will follow you. És én követlek. We bring the darkness to the light, or bring the illusions to the truth. A sötétséget hozunk a fényhez, az illúziókat, az igazsághoz. Rather than trying to bring the light or bring the spirit in to fix the problem. Mi csak pont fordítva, tehát, hogy a problémákat hozzuk a Szent Lélekhez, hogy az megpróbálja helyrehozni a problémákat. The direction has to be, help me see where I'm hooked. Az irányítság azt kell, hogy legyen, hogy segíts, hogy lássam, hogy hol viszem el még mindig azt, hogy van probléma. And help me loosen my mind from this identification. Segíts, hogy felhozoljon az elmével az identitásban. That is accepting the correction. Ez maga a helyreigazítás elfogadása. And that's where we get these expanding functions that are given us. És innen fogjuk megszerezni ezeket a különböző funkciókat, amelyek kiterjednek általunk és amelyek kapunk. Like being translator. Mint például az, hogy valaki tolmács. You're just being asked to be done through. Csak az a kérés, hogy
közvetít azt, ami történik. And the mind that wants to hold on to guilt. És az az elme, amelyik ragaszkodni akar a bűntudathoz. Will naturally feel responsible. Úgy fogja érezni, hogy felelőssége van. For what's coming through. Akkor ott, hogy mi az, ami átjön rajta keresztül. Or stopping what's coming through. Vagy leállítja azt, ami rajta keresztül állami. But it reminds me of the fear of miscreation that Jesus talks about. De ez emlékeztet engem arra a téves szeretésre, amiről Jézus beszél. You've hidden yourself in a little box so tight. Belerejtetted magad egy apró szűk dobozba. Where you understand your world. Ahol megérted a világodat. I've got a father. Van egy apám. A mother, a child. Van egy anyám, egy gyerekem. They might not be all that nice. Lehet, hogy annyira nem kedvesek. I've got a car. De van egy autóm. I'm better off than them, they don't have a car. Jobb, ügyesebb vagyok, mint ők, mert nekik nincs autójuk. It's a nice safe little box. Van egy kis biztonságos doboz, amiben élhetek. Or I'm not responsible for anything except within this box. Ahol nem vagyok felelős semmiért, csak azért, ami ezen belül a kis dobozon belül van. And I can control that, so we're good. És ezt tudom irányítani, hogy ebben jók vagyunk. But we do it because we're afraid of the power of our mind. De azért csináljuk ezt, mert félünk az elmék hatalmától. If we start to take on these functions like teacher of God or miracle worker. Hogy elkezdjük fölvenni ezeket a funkciókat, mint Isten tanítója vagy csodatévő. We're going to have to face the fact that we think we screwed up everything. Akkor szembe kell nézzünk azzal a ténnyel, hogy valamit nagyon elmondhattunk. Which is why we don't take them on in the first place. Ezért nem veszünk fel először is ezeket a szerepeket. We know if we accept our magnitude. Tudjuk, hogy elfogadjuk azt a hatalmasságot, ami vagyunk. We're going to lose the life we think we have. Akkor el fogjuk veszíteni azt az életet, ami eddig volt. And we're going to be absorbed into the light. És be fog minket szívni a fény. And since the ego can't go into the light, és mert az ego nem tud a fénybe menni, it's going to fight you every step of the way. De harcolni fog veled az út során. And that's why we join together. És ezért kapcsolódunk össze. To remember the innocence. Hogy emlékezzünk az ártatlanságra. As we take on these steps of our heart. Ahogy meglépjük a szívünknek a lépéseit útján. Because the ego is going to come up in that. Mert az ego meg fog jelentkezni, és meg fogja mutatni magát ebben. And we can't let it crush us back down into our little box. És nem engedhetjük, hogy visszanyomjon minket a kis dobozunkba.